iránti megbecsülésünk alapvetően mindig egyénfüggő, s mindig a személyiségünk és neveltetésünk dönti el, miként viszonyulunk hozzájuk. Saját múltunkat megbecsülhetjük, vagy éppen dobhatjuk el velük. Elénk állított példájuk, ha jól használjuk, mindig az épülésünkre szolgál, és hálás köszönet illeti őket ezért. Szeretettel és mind tisztelettel köszöntöm Önöket az Idősek Világnapja keretében szervezett összejövetelen. Köszöntöm körünkben dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő urat, 15 város polgármesterét, Kömze Sándor urat, 15 város jegyzőjét, Mező József urat, a képviselőtestület, civil szervezetek, intézmények vezetőit, megjelent tagjait, dolgozóit és mindenkit, aki jelenlétében megtisztelte ezt az összejövetelt. Most pedig szeretném fölkérni Gömze Sándor urat ünnepi beszédének megtartására. Képviselő úr, a Fülöpes utolj másfél órában nem jelent vissza a bizalmukkal. Kedves hölgyek, urak, kedves szépkorúak, tőlünk idősebbek, nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy elfogadták meghívásunkat erre a mai rendezvényre, és hogy mosolygós arcokat látok, ennek külön örülök. Gondolkodtam, hogy a múltról, azaz az elmúlt, eltelt időszakról beszéljek, amit már mindenki maga mögött hagyott, vagy ami előttünk van, kérem, ennyit szabott még ki fent az Úristen, és akkor úgy döntöttem, hogy mind a kettőről. A múltról azért, mert volt egy barátom, főnököm is volt, akit egyszer egy jelzővel illettem a 50. születésnapján. Jó hangulatban voltunk, és nem vett ez okon, de mégis, és azt mondta, nem akarom kifügyülni a lényeges részeket, de nem is mondom ki, tessenek hozzáképzelni, hogy ő azt már megérte, azt az 50 élet, én még nem biztos, hogy megfogom. Ezért fontos az, hogy ami már mögöttünk van, az elmúlt évek, vagyis inkább évtizedek. És hát ha végignézek bizony, milyen sok minden történt a 20. században, és Önök sok mindent megéltek. Tehát ezért volt egy világégés. Az első világháborúig már nem megyek vissza, mert az már nagyon régen volt. De szerintem nagyon sokan talán még emlékeznek is a második világháborúra. Nagyon sokan emlékeznek, nem megtesenek ott ránkozni, direkt mondom, az 56-os ellenforradalomra, amire azt hitték nagyon sokáig az emberek, mert azt nyomták a fejükbe, hogy itt hú, mi történt, és hogy ennek véget kellett vetni. Hál' Istennek azért a történelem megválaszolta a valót, az igazságot, és mondhatom, hogy megérték, átérték azt a nagyszerű néhány hetet sajnos, ami az 56-os forradalom időszaka volt. Már többen megérték, sőt már mi is bőven a úgynevezett, én 62-ben születtem, a kádári időket, mondták gulyás kommunizmus, mert ahhoz képest, hogy a környezetünkben, hogy éltek az országokban az emberek, nálunk igazság volt és minden rendben volt. És megértük már nagyon sokan így együtt a 89-90-es időszakot, a rendszerváltást, amit én úgy gondolok, hogy még mindig a folyamatát éljük, de már talán lassan megtörténik véglegesen. Én szerintem akkor, amikor a múltat végképp le tudjuk zárni, vagy a múlt szereplőit végképp ki tudjuk zárni a közéletből. Ennyit erről. Ez a néhány évtized, ami Önök mögött van, nagyon sok nehézséggel, és nagyon sok örömmel, boldogsággal töltődött fel, remélhetőleg, mert házasságot kötöttek, mert gyermeket szültek, gyermekeket, manapság leörülnénk, hogyha többes számban tudnánk beszélni. Jöttek az unokák, mindenkinek volt munkahelye, ahol szintén voltak munkahelyi élményei, feladatai, természetesen nehézségei, de sok-sok sikerélmény, azért feltételezhetően sok-sok sikerélmény mindenki megért. És aztán nyilvánvaló, hogy jöttek az őszi időszak, amikor a levél lehull, és valami elmúlik. Elmúltak az aktív évek, évtizedek, és jött a nyugdíjas kor.
ahol már nem a napi megfelelés, az a monotónia, hogy bemegyek a munkahelyemre és ott helytállok, majd hazajövök, hanem az otthoni hasznos időtöltés került előtérbe, és meg kellett felelni a már előbb említett gyermekeinknek, unokáinknak, unokáiknak, dédunokáiknak, és ez is egy igen fontos feladat, szerintem egy nagyon fontos, szintén főállású munkakör, ha lehet ilyet mondani, és remélem, hogy ezt is sokan megérték, sok-sok feladatot adott vélhetően ez az időszak is. És jön a tél, és jött a még idősebb kor, és sokan egyedül maradtak. Ugye statisztikailag is sajnos kimutatható, hogy a férfi társaink, az önök társai hamarabb meghalnak. Sok mindenre vezethető vissza, nem akarom analizálni ezt. De férfiak kevesebben, nők többen utolsó éveikre, évtizedeikre esetenként egyedül maradnak. És jó esetben számíthatnak unokáikra, gyermekeikre. De olyan felgyorsult világon élünk, ahol gyorsan kell mindenkinek reagálni azért, hogy megfelelő munkahelye legyen, megfelelő jövedelme legyen, hogy ki tudjon bontakozni, és nem biztos, hogy abban a térségben, ahová ő beleszületett, ott megtalálta a számítását. Nagyon sokan elköltöztek a hozzátartozók közül, de azért odafigyelnek szüleikre, nagyszüleikre. Remélem ez általában igaz. De mégis vannak olyan nehézségek, amelyek ezt a helyzetet bonyolultabbá teszik, akkor vannak a nyugdíjas közösségek, ahová jó tartozni, ahol jó együtt lenni, találkozni, beszélgetni, megosztani gondot, bajt, bút és bánatot. Milyen szép a magyar nyelv, a szinonimákat érteni megjött a nyelvemre. És vannak olyan intézmények, ahol elhivatott szakemberekre bízzák önmagukat. Ahol odafigyelnek önökre, ahol vigyázzák az egészségüket, az álmukat, napközben foglalkoznak önökkel, ami jó, hiszen aktívan telik a nap, és gyorsabban telik az idő. És tudom, mert nekem is volt anyukám, meg anyósom, meg apósom, akik mondták, hogy hát az éjszakák azért nem úgy telnek, mint korábban, sokkal kevesebbet alszanak, mint fiatalabb korban, és akkor az az úgynevezett agyalások, gondolkodások időszaka, és sok esetben az idősebb várja a reggelt, hogy újra társasága legyen, és újra programokon vehessen részt. De remélem, hogy itt a Tiszalöki intézményünkben is ezek az élmények azért adottak, adva vannak, ezért munkatársaik mindent megtesznek. És megteszünk mi, mint önkormányzat is sok mindent azért, hogy a feltételek rendben legyenek. Tökéletes, soha nem lehet semmi, soha nem lehetünk elégedettek, hiszen mindig van jobb, amit kellene és szeretnénk is nyújtani. Ezért az előző években pályáztunk az intézmény felújítására, alapinfrastruktúra fejlesztésére, eszközök beszerzésére, és továbbiakban is ilyen szándékaink vannak. Ugye már most azzal szembesülünk, hogy amennyi lakója van az intézménynek, körülbelül ugyanannyian várnak sorba. Tehát 30 fölötti sorban állás van. Ez további feladatokat szab meg nekünk, amit bizony életen belül meg kell oldanunk. Az intézmény vezetése bővítette a szolgáltatást, ugye a nappali foglalkozások újszerű foglalkozás ez, és reméljük, hogy bővülni fog. Így még több időst elértünk. És hát ugye nagyon sokan pedig úgy vannak közöttünk, ha lehet ilyet mondani, hogy a munkatársaik azok naponta meglátogatják őket, viszik az ételt, és esetenként, hogyha kell, talán még sokkal többet is segítenek otthon. Ennyit tehetünk jelenleg. Most is szerencsés módon itt van képviselő úr, neki is köszönhetően egy olyan pályázatban veszünk részt, ez az úgynevezett infokommunikációs pályázat, ami az időseket megkereste, a 65 év felettieket, és akinek volt rá fogékonysága, affinitása, azokat azzal szólítottuk meg, hogy szeretnénk bevonni őket a világ történéseibe, abba a típusú kommunikációba, ami lehetőséget biztosít arra, hogy a világ dolgait lássák, szinte azonnal tájékozódjanak az internet világába. És több mint 30 olyan 65 év fölöttit találtunk, talán lesz még lehetőség bővítése, nem vagyok benne biztos, akiknek a következő hónapban laptopot tudunk adni, és ezzel tud majd kommunikálni
a gyermekeivel, unokáival, és tud majd kommunikálni a világgal, ha lehet ilyet mondani, tud tájékozódni a világ történéseiben. És jövő év elején megint több mint 30 ember pedig kis jelzőkészüléket fog kapni, ami technikailag nagyjából arról szól, olyan, mint egy karóra, de őrzi az egészségét az idősnek, és jelez, ha baj van. Mondjuk egy légzés kimaradás, vagy egy szaporakúzus, minden ilyen típusú anomáliát érzékel, és jelez. Szerintem ez is egy nagyon jó dolog. Tehát ez irányba is próbálunk segítőkezet nyújtani a tisztelők időseknek. Természetesen nem tud mindenki kapni, hiszen ez egy mintaprojekt, ha lehet ilyet mondani, azt hiszem 64 település van benne az országban, és mi azon egyike vagyunk szerencsések, egyik, akiket benne lehetünk. Úgyhogy mindent megpróbálom megtenni azért, hogy így együtt a gyermekekkel, unokákkal, önkormányzat odafigyeljünk önökre. Természetesen sok olyan területe van még a város működtetésének, amivel segíthetünk. Például a közbiztonság. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy eredmények születtek az utóbbi pár évben, hiszen országosan is, de itt Tiszalökön vagy a kapitányság területén is jól alakultak a mutatók. Tehát csökkent a bűnözések száma. Persze mondhatom én azt annak a 1-2-3-4 embernek, aki mégis mint áldozat belekerült ebbe a listába, hogy őt valamilyen atrocitás érte, de szerintem jó irányba mozdultak el a dolgok. És vannak olyan típusú fejlesztéseink, amelyek már elnyert pályázatok, és a városias képet szeretnék majd fejleszteni. Nem akarom az összeset felsorolni, ami látható lesz, és érzékelhető, és használható, idősnek, nem idősnek, egészségesnek, betegnek, tehát kézzelfogható fejlesztés, az közel 1,5 milliárd forint fog megvalósulni 2018 és 2019-ben. Ez mind-mind közösségfejlesztés, a komfortérzet, az egészség, a nevelés, köznevelés területén, illetve a munkahelyteremtéshez kapcsolódóan történik meg. A zöld várost azt külön megemlítem, mert ne tessenek már most előre mondom, ne tessenek haragudni, de rengeteg fát ki fogunk vágni a borozótól a takarék szövetkezetig. A tujákat azért, mert nem nagyon szeretjük őket, mert nagyon sok a beteg tuja és csúnyán néz ki, helyette gyönyörű fák és cserjék jönnek, és a nagy-nagy fák, amelyek már sok-sok évtizede itt vannak, azok közül is párat ki kell majd várni, szakértők fogják megvizsgálni, mert némelyik életveszélyes, és a következő 40-50 évre szeretnénk a városképet átformálni, és nem fér bele. De gyönyörű lesz, ígérem. Ez arról is szól majd, hogy aki bejön a központba és elfárad, akkor több helyen fog majd leülni, és kellemesebb környezet fogja várni. Meg fog újulni a közvilágításunk, ez már az ősz folyamán. Ezek az úgynevezett LED világító testek lesznek, amelyek fehérre fényt adnak, és természetesen nekünk meg olcsóbb lesz. Úgyhogy törekszünk minden korosztályt megszólítani, és természetesen nem elfeledkezve az idősekről. Én az önkormányzat nevében azt ígérem, hogy mindig arra fogunk törekedni, hogy amit megtehetünk az idősebb korosztályért, azt megtesszük. Próbálkoztunk eddig is, kisebb-nagyobb sikerekkel. Ehhez viszont az kell, hogy legyen egy olyan idős korosztály, aki ezt még tudja élvezni. Úgyhogy így legyen, ezt kívánok mindenkinek nagyon jó egészséget. És nem tévedésben mondom, hosszú életet. Köszönöm szépen! Ünnepi köszöntőjének megtartására felkérem dr. Vinnai Győzőt, országgyűlési képviselő urat. Nagy tisztelettel és megbecsüléssel köszöntöm az időseket, szép korúakat, nyugdíjasokat. Én inkább azt szoktam mondani, hogy a szüleinket. Mert polgármester úrtól hallottuk, hogy milyen fiatal ő, 1962-ben született, legalábbis hozzám képest, mert én még 1959-es vagyok, és a szüleim éppen ebbe a kategóriába tartoznak, hál' Istennek megvannak. Anyu 79 éves, apu 83. még nem töltötte be. Megvannak, és mivel sokat mozognak, sokat beszélgetünk, közösségbe járnak, nem csak a televíziót nézik, nem csak befogadnak információt, hanem adnak is információt.
vagy nem is jó az a szó, hogy információ, hanem inkább hogy mondjam, interaktívan beszélgetnek, tehát várnak a másiktól is valamit. Mert tudják, az az igazi beszélgetés, amikor kíváncsiak vagyunk a másiknak a életére, a másiknak a gondjára, bajára, örömére, és elmondhatjuk neki a miénket. Tehát én ahhoz a nemzedékhez tartozom, aki tiszteli, becsüli az időseket, ad a véleményükre, és soha nem vetemednék arra, ezt személyesen mondom, mert nem nyugdíjasok vannak, hanem inkább emberi sorsok vannak, emberek vannak, hiszen maga a nyugdíjas társadalom is sokszínű, sokféle élethelyzet van. De én soha nem vetemednék arra, hogy gúnyolódjak az idősebb embereken. Éppen ezért sajtótájékoztatón is elmondtam, hogy mit gondolok azokról a politikus társaimról, akik tiszteletlenek az idősekkel szemben. Nem szabad elfelejtenünk sohasem, hogy az időskor tiszteletet érdemel. Egy egész élet tapasztalata áll mögötte. Igen, a mi szüleink azok, akik fölépítették ezt az országot a II. Világháború után. Vagy ahogy hallottuk polgármester úrtól, hogy 56-ban újra kellett kezdeni, és megint a két kezükkel építették az országot. Vagy mondhatom azt is, hogy már mi is bekapcsolódtunk 30-35 évesként, amikor a rendszerváltozás megtörtént 89-90-ben, amikor új pályára kellett tenni a gazdasági rendszerünket. Mert egy másfajta modellből egy magántulajdonra épülő rendszer kellett létrehozni, nagyon sok buktatóval. Önök tudják leginkább, hiszen az én apukám akkor ment nyugdíjba, 92-ben, amikor 1,5 millió munkahely megszűnt Magyarországon. 1,5 millió munkahely megszűnt a Kádár rendszer bukása után, amikor 5 millióan dolgoztak körülbelül, 10 millió magyarból, 1,5 millió munkahely megszűnt, és abból a nehéz helyzetből kellett újra magunkra találni. Hál' Istennek, talán nem kiabálom el, ma már azt mondhatjuk, hogy a magyar gazdaság, a magyar modell működik. Visszatérve az idősebb nemzedékre, a tapasztalatot meg kell becsülni, tisztelni kell, mert esetleg az önök nemzedéke olyan dolgokat élt át, amit mi soha. Nem járunk más cipőjébe, nem tudjuk, mi alakította az életét, mi a gondolkodásmódját, de azt tudjuk, hogy az idősebbeket és a tapasztalatot meg kell becsülni. Mert ahogy említettem, minden élet, minden emberi sors érték ezen a világon. S nincs olyan szépkorú ember ebben az országban, aki ne tudna értékes tanácsokat adni, vagy aki életével nem mutatna nekünk példát. Engedjék meg nekem, hogy egy talán kevésbé ismert írónő idézetét mondjam el önöknek. Sándor Anikó írónő írja egy helyen, idézem: a természeti népeknél nem biológiai amortizációnak tekintik az öregedést, amivel társadalmi leértékelődés jár együtt. Sokszor van ilyen gondolat a mai magyar társadalomban, de ezt nem engedjük, hogy teret nyerjen. Folytatom az idézetet, hanem éppen ellenkezőleg az évek és a ráncok számának szaporodása, megbecsülés és hatalom növelő gazdagság. A kor nem az élet egyre meredekebb és egyre síkosabb lejtője, hanem a felemelkedés természetes folyamata. A vének bölcsessége felülírja még a törzsfőnökök hatalmát is. Ám az önmagát felsőbbrendűnek képzelő, úgynevezett civilizált világ ezt az ősi törvényt erőszakosan igyekszik megcáfolni. Az öregedéssel együtt járó elmagányosodás, az élet természetes velejárójaként,
bambán akceptált népbetegségként alattomosan befurakodott az életünkbe, és lassan teljesen átveszi a hatalmat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt szépkorúak, mi nem fogjuk megengedni, hogy az legyen a civilizált világ, hogy magára hagyjuk az idős embert. Mi tisztelni fogjuk őket. Az ősök tisztelete, a hagyományok tisztelete, az a szülők, a nagyszülők és a dédszülők tisztelete. A mi gyerekeinknek is tudni kell, hogy a világ nem velük kezdődött, és azokat a hagyományokat be kell építeni az életükbe. Hadd büszkélkedjek, mivel nem olyan régen megszületett a második unokám, úgyhogy kétszeres nagyapa vagyok, át tudom érezni azt, hogy mit jelent nagyszülőnek lenni. Most ugye van egy csecsemő unokám, egy hónapos múlt tegnap előtt, és van egy 5 éves unokám, akinek már az értelme nyiladozik, és rengeteget tud kérdezni, hogy mi miért van, vagy elmegyünk együtt focizni, vagy kerékpározni, és ezek olyan élmények, amelyet nem tud megadni más, csak egy unoka. Mert a gyerek is más, ugye? Amikor jön a gyerek, akkor dolgozunk, kevesebbet vagyunk vele, de egy unokára készülünk, és adni akarunk neki. És nem csak anyagi értelemben akarunk neki adni, hanem úgy, hogy épüljön, okosodjon, és tőle mi is visszacsatolva hallunk olyan kérdéseket, amelyekre néha nem tudunk válaszolni. Polgármester úr azt mondta, hogy Tiszalökön változások lesznek, vannak. Szerintem ez egy folyamat, és ha jól értettem, amit mondott, nem akarom megismételni, mert a város polgármestere, képviselőtestülete egy nagyon jó irányt vett szerintem, és amiben tudok segítek, de az érdem elsősorban az övék, egy virágzó, élhető kisvárost akarnak itt teremteni, és ahogy hallottuk, eddig sikeresen pályáztak, akár munkahelyteremtést nézem, idősek ellátását nézem, a zöldváros programot nézem, vagy a foglalkoztatási paktumot. Éppen tegnap írtam le, egy kis anyagot készítettem magamnak, hogy hogyan csökkent a munkanélküliség az elmúlt 5 évben. Meg fognak döbbenni. Itt, ebben a választókerületben 4% és 15% között van a munkanélküliség, és Tiszalök inkább a 6-7%, tehát inkább a 4%-hoz van közel. Azt is elárulom, hogy ez a 4% Nyíregyháza és környéke, és Tiszalök ebben a térségben nagyon jó teljesítményt nyújt, mert mi azt mondjuk, hogy ha munka van, minden van. Gondolom a nyugdíjas társaik is ezt gondolják, hiszen ők már a munka dandárját elvégezték, megérdemelt pihenésüket töltik. A másik pedig, ha a családban rendben vannak a dolgok, munka, otthon, család, akkor mivel a családban, a gyerekeikben, unokáinkban élünk tovább, akkor rendben vannak a dolgok, hiszen az ő jövőjékért dolgozunk, vagy az ő jövőjékért kerülünk föl nap, mint nap. És a harmadik az otthonteremtés, hogy akkor lehet a fiatalokat megtartani, ha van munkahely és van lakás, van otthon. Nem is lakásnak, otthon. Az otthonteremtésre, ott vagyok a parlamentben, 226 milliárd forintot fogadtunk el a jövő évre. Tudják, mit jelent ez? 8-10 lakásépület föltámogatással. 8-10 fiatal teremthet itt lakást, Tiszalökön, kisebb településen, vagy Nyíregyházán, vagy Budapesten, akik, ha 3 gyerekük van, mert jó lenne, ha minél több gyerek születne, 20 millió forint, 10 millió állami támogatást és 10 millió kedvezményes kamatozású hitelt kaphatnak, amiből már lehet egy tisztességes lakás, majdnem, hogy nem is kell önerő ebből a szempontból. De ha nincs 3 gyerekük, csak 2, akkor is jelentős kedvezményeket kaphatnak. Tehát igenis fontosnak tartjuk, hogy Tiszalök élhető kisváros legyen, egy olyan 5000 fős, vagy egy kicsit több, mint 5000 fős kisváros, ahol
leülhetünk, a városközpontban beszélgethetünk, ahol nőnek az ölfelületek, ahol jól működik az oktatás, van egy egészségügyi ellátás, és a tiszteletiek okos órákat fognak kapni, amely okos óra, éppen most tanulmányoztam, hogy mit tud egy ilyen okos óra, ez egy infokommunikációs rendszer, mindent meg tud nézni, vérnyomástól kezdve, tehát jelzi, hogyha valamilyen baj van, és hát mondjuk ki őszintén, hogy idősebb korban azért már jönnek a bajok, amelyek korábban nem jellemeztek bennünket. És befejezésül engedjék meg nekem, hogy talán elmondjam még azt, és ez nem valamiféle, hogy mondjam, valamilyen jelentéstétel, hogy milyen jó irányba megyünk, hogy még egy dologról nem szóltam, egy fogalomról, ami mindannyiunkat érdekel, a biztonság. Az, hogy biztonságban éljünk. A biztonság alatt értem a határbiztonságot, hogy meg kell védeni a határainkat, értem a közbiztonságot, amiről hallottunk már, itt nagyon jó számok vannak, mutatók vannak, de persze a bűncselekményeket nem lehet teljesen felszámolni. Hát az egyidős az emberiséggel, a történelemmel. Hogyha van három lopás mondjuk Tiszalökön, és akit érint, akkor azt fogja mondani, hogy nem jó a közbiztonság. De azt elvitatni, hogy radikálisan csökkentek a bűncselekmények, lopás, rablás, gépkocsi feltörés, erőszakos cselekmények. Még ponton van az emberölések száma. Nem lehet kikerülni, mert ha valaki sokat iszik, vagy hirtelen felindulásból elkövet valamit, ilyenek vannak, de kevesebb az emberölés éves szinten, mint a Kádár rendszerben. És minden gyilkost elfognak, szinte kivétel nélkül. 4000 rendőrrel több dolgozik, mint 7 évvel ezelőtt. Tegnap ott álltam Nyíregyháza főterén a Koszovóból visszatért katonák visszafogadó ünnepségén. 400 magyar katona volt ott. Kiváló dércek magyar katonák, ott álltam a rendőrök katonák között, és büszke voltam arra, hogy ilyen fiaink vannak, hogy a rendőrség itt, a Tiszavasvári Kapitányság területén, Nyíregyházán ilyen jól teszi a dolgát, mert igenis fordítottunk erre pénzt a mi adóforintjainkból, hogy ez a teljesítményhez jó legyen. Úgyhogy a biztonság, az egészség megőrzése, az unokákkal való együttlét, és az a szellemi frissesség, amely kell, hogy jellemezzen minden időskorút, hogyha meg tudja tartani a mentális egészségét, az idősek napján megkülönböztetett tisztelettel gondolunk önökre, és azt akarjuk, azt kérjük, akár a Jóistentől, és minél tovább maradjanak velük. Ünnepi beszédek sorozatában szeretném felkérni Szabó Veronika intézményvezető asszonyt, tartsa meg ünnepi beszédét. Köszönöm szépen, nagyon fontos gondolatokat hallhattunk polgármester úrtól, képviselő úrtól. Én nőként egy picit más oldalt fogok itt most megjeleníteni. Az én gondolataim, én tegnap este sokáig gondolkoztam, hogy mit is mondhatnék most ezen a ünnepségen, és egy pár gondolatot felvetettem, papírra vetettem. Ezt fogadják most tőlem akkor ezt a pár gondolatot. Először is köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat a Városi Könyvtár és Művelődési Házzal közösen szervezett kis rendezvényünkre. Nagy öröm számomra sok ismerős arcot látni, hiszen nap mint nap találkozunk, vagy illetve találkoznak nem csak velem, hanem munkatársaimmal is, mint házi gondozásban részesülő, bentlakóként, étkezőként, vagy nappali ellátást igénybe vevőként, vagy a hétköznapokban tiszteleti lakosként. A hétköznapok mellett fontosak az ünnepeink. Fontos az, hogy megálljunk időnként, és ünnepeljünk. A mai nap, a mai ünnepség az idősekért és a szép korokért szól. Ez az ünnepség. Ezt a napot nemesíti egy pár dolog. Nemesíti a tisztelet, a megbecsülés és a szeretet. Én azt gondolom, hogy ez mindenkit megillet. A tisztelet a hosszú ledolgozott évekért, amit a családért és a közösségért tesz mindenki. Megbecsülés azokért a dolgokért, amit a mindennapi életünkben elérünk. Legyenek azok a legapróbbak, vagy legyenek azok a legnagyobb dolgok.
a szeretet a gondoskodásért, szeretet a megértésért, a bölcsességért és az önzetlenségért, amit kapunk a szüleinktől és a nagyszüleinktől, esetleg dédszüleinktől. Minden életnek célja van. Mindenkinek meg kell tapasztalnia azt, amire született. Be kell járni az élet útját, viszont azt, hogy hogyan éljük az életünket, a megszabott életutunkat, rajtunk múlik. Az útválasztók során a döntéseink mindig a kezünkben vannak. Nincs az élet értelme. Sokszor minden korunkban, minden korszakunkban feltesszük. Adott sorsválasztó, életútválasztó időszakainkban feltesszük ezt a kérdést. Maga az élet megélése és megértése, vagy annak a továbbadása. Mert bárhogyan is lesz, ott élünk majd a gyermekeinkben és az unokáinkban, szeretteinkben, a gondolataikban, illetve a mozdulataikban is, a tekintetükben. Sokszor halljuk, és én sokszor mondtam, hogy sokszor szoktam mondani a gyerekeimnek, hogy olyan vagy, mint dédi. Vagy most úgy csinálsz, mint nagyapád. És valóban, bármennyire is rohan ez a világ körülöttünk, bármennyire is kezd elanyagiasodni a létünk, és kezd eluralkodni rajtunk, a lélek vágya a pillanatok szépségét, az őseink tudását és bölcsességét, és ekkor tudatlanul is felsejlik belőlünk, vagy előttünk egy-egy rögzült kép a dédszülőkről, nagyszülőkről, vagy a szüleinkről. Tehát meg kell állnunk időnként. Időseink elődeink fontosak a mi életünkben, az életünk alakulásában. Nagy ajándék az, illetve annak, ha valakinek van és megélheti, hogy van egy bölcs dédszüleje vagy nagyszüleje, akinek ezt az élet megadja, és ezt meg kell becsülni. Kívánom ezt minden fiatalnak, hogy legyen lehetősége erre. Hiszen kiftódnak a gyermekek vállalása, és egyre ritkábban találkozhatnak a dédszülőkkel, az unokák, a dédunokák. Saját életutamban nagy feladatot kaptam most, igyekszek helytállni, de nem mindig könnyű helytállni. Ilyenkor előidézem azokat a bölcsességeket, amit a nagyszüleimtől kaptam. A következőkben pedig fogadják szeretettel tőlünk, egy régi kort lekülünk kincseit, két sokat megért körünkben élő, szintén tétszülő tolmácsolásában. Varga Mihályné, 94 éves, aki egy pár gyöngyszemet fog nekünk elmondani, illetve Nagy Pálné, 96 éves, akitől szintén egy gyönyörű verset fogunk hallani. Köszönöm. Magyar vagyok, magyar. Magyarnak születtem, magyarnak után dalol a dajka felettem. Magyarul tanítok imádkozni anyám, és szeretni téged, gyönyörű szép hazám. Beírta a nevét a lelkem mélyébe, beírta a nevemet a szíve közepébe. Áldja meg az Isten a keze vonását, áldja meg, áldja meg a magyarok hazáját. Édes anyám, édes apám, mondjátok, hogy mi a hozott, tárehát, amelyben lakunk, amelyben mindjárt lakunk, ez a hozott, nem gyermekem, ez csak átunk, de amit itt körüllátunk, merre kerteink feküsznek, merre völgyeik terülnek, ez a haza. Mikor szól a tücsök zene, ifjúságom jut ezen, elmúlt az már réges rég, csak a tücsök szól még olyan csoda szépen. Köszönöm.
vagyunk gyermek, így későn éjszaka kiállunk kűn a temetőbe, amikor az oknál éjfél tűzön, a föld már megmalőn. Egy álva gyermek antalukon szívén bútyört ilyen, hisz az, ki őt szerette, többé már föl nem kell. Anyja sírjára ül, zokog az árva kisfiú. Anyám, ó, kedves jó anyám, szívemben szomorú. Mióta itt temettek el, azóta fús fiat, nincs a faluban senki, ki néki csókoltak. Nincs senki, aki mondaná, szeretne gyermekem, puszta a ház, hideg szobám, nem fűtenek nekem. Mellé temetve én is itt, miért nem nyughatom be, hisz nagyon hideget él nekem, ó, én szegény gyermek. Az árva így kínos panaszait, felelve rá a téli szép, üvölve felsígít. A gyermek fázik, könnyei elállnak, arcai borzadozva néz körül, de itt a holtak hantjai, mély nyugalom uralkodik, a csend írtózzadó, csak szélhajt a fákonnál, fejjedezve húl a hó. Föl kellene, jaj, de nincs erő, lankadva visszadől a kedves trumpra, föl sóhajt, mély álomba belül, és imazáló boldogú, jól érzi már magát, elmúltak minden gondjai, az álom hív barát. Szívem még egyszer földobban, mosolyognak ajkai, csöndes, nyugodtan alszik, meghaltak hímjam. Nagyon megható pillanatoknak lehettünk fül- és szemtanúi. De hogy megmutassuk, hogy az idős és szívkorúak honnan is indulhattak, most egy teljesen más generáció tolmácsolásában fogadjanak sok szeretettel egy verset, méghozzá Deli Enikő Kezek című versét, Kóti Dániel 7. évfolyamos tanuló előadásában. Deli Enikő, kezek. Foltos ráncos ülnek kezek. Kérek szépen, meséljetek. Gyermekként, hogyan él? Gyermekként, hogyan éltetek? Ölelhetek? Szerettetek? Foltos ráncos öreg kezek. Sokat fáradva éltetek. De hiszem azt is, öleltetek. Kedves kézben pihentetek, foltos ráncos öreg kezek, unokákat tereltetek, nekik oly sokat főztetek, kapáltatok, kötöttetek. Fáradt kedves öreg kezek, kérlek szépen pihenjetek, annyi mindent megtettetek, pihenjetek és öleljetek. Igen nagy megtiszteltetés körünkben köszönteni a Táncdal Fesztiválok hatalmas sztárját, aki azóta már bejárta a világot. Hát fogadják sok-sok szeretettel Poor Pétert!
hiányzott semmi más. Tudom, hogy engem válunk, mindig én lehetek csak hibás. Később állap nem jó, így ez nem mitás. De ha nem jön vissza, vagy vissza,